Perlak István éppen visszahozza azt a fenyőfát, amelyet az ünnepek előtt a visszaváltható karácsonyfa akció keretében vitt haza. A kezdeményezés egyik célja, hogy ezek a gyökeres fák karácsony elmúltával is életben maradjanak. Elsősorban ezért kapcsolódnak be az emberek a civil szervezetek által életre hívott programba. Sajnálom azokat a fákat, amiket kivágnak, kidobnak, az utcán ott viszi a szél jobbra-balra, és ezek a fák pedig hasznosítva lesznek. Tudomásom szerint iskolák, óvodák lesznek azok, amelyeknek az udvarán fog majd tovább növekedni. Több mint 10 éve indították útjára Székesfehérváron a visszaváltható karácsonyfa akciót. A civil szervezetek összefogásával zajló program keretében ma és holnap veszik vissza a karácsony előtt kiosztott 50 fenyőfát. A Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete, valamint az Albarégia Ifjúság és Szabadidős Egyesület programja 3 pillérből áll. Visszaváltható fenyőfa, örökzöld udvar, tehát közintézmények között van megpályázva, illetve adj esélyt a fenyőfáknak. Ennek a programnak az első részénél vagyunk, amikor a fenyőfákat december 20-a előtt bérbeadtuk, és most január 6-a-7-e környékén visszavásároljuk. A visszaváltható karácsonyfa akció szociális célokat is szolgál, hiszen a szervezők karácsony után visszavásárolják a fát a programba bekapcsolódó családoktól. Nagyon jó érzéssel tölti el az embert, hogy a másokon tudunk segíteni, és a környezetvédelemre is ezáltal odafigyelünk. Ez egy nagyon jó dolog, és nagyon nagy lehetőség nekünk. A most visszahozott fenyőfák továbbra is a közösséget és a gyermekeket szolgálják majd, hiszen hamarosan fehérvári közintézmények udvaraira ültetik ki őket.